Önök a Szentes Televízió csütörtöki híradóját látják 2024. március 14-én. 19 órakor köszöntöm Önöket, főhíreink röviden. Felújították a Boros torna termét. Dr. Széchenyiné Csergő Judit emlékének adóztak a Szentesi Könyvtárban. Faluszépítő csoport alakult Derekegyház településén. Ingyenessé teszi a kormány szeptember 1-től a jogosítványszerzést a középiskolásoknak. A hírt Tuzson Bence igazságügyi miniszter csütörtökön jelentette be közösségi oldalán. A támogatásba beletartoznak a jogosítvány megszerzéséhez szükséges elméleti és gyakorlati órák, vizsgák is. A részletekről a későbbiekben ígért bővebb tájékoztatást. Mint írta, folyamatosan dolgoznak azon, hogy leszámoljanak a felesleges bürokráciával, és segítsék az emberek mindennapi életét. Hivatalosan is átadták a HSC Szentesi Boros Sámuel Technikum felújított tornatermét. A beruházás meghaladta az 50 millió forintot, amelyet a fenntartó Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum biztosított. A fejlesztés alatt kilettek cserélve a tornaterem nyílászárói, és teljes mértékben felújították az öltözőket és a vizes blokkokat is. Ünnepélyes szalagátvágással adták át hivatalosan is a HSC Szentesi Boros Sámuel Technikum felújított tornatermét. A felújítás részleteiről Somosné Puskás Krisztina igazgatónőt kérdeztük. Elmondhatom, hogy a felújítás teljes körű volt, hiszen a régi nyílászárók kicserélésre kerültek, és nem csak egy új ablak került beépítésre, ezek az ablakoknak a szellőztetése is biztosított motoros szellőztető rendszerrel, hozzátartozó egyéb berendezésekkel. Gyönyörűen ki lett festve a tornatermünk, és mind a kettő öltöző, a fiú és lány öltöző új ablakokat, új burkolatot, új vizes blokkot kapott. A felújításra azért volt szükség, mert sötét volt a tornaterem, valamint a hozzátartozó helyiségek elavultak voltak már, ezért döntöttek a felújítás mellett. A tornatermünk sötét volt, az ablakok elavultak, nem megfelelő hőszigeteléssel rendelkeztek, és most minden megoldódott, hiszen gyönyörű, világos tér áll a diákoknak a rendelkezésére, meleg van, a téli hidegekben is az új ablakok bent tartják a meleget, tehát kulturált körülmények között tudnak sportolni a gyermekek. A felújítást a fenntartó Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum biztosította, amely összeg meghaladta az 50 millió forintot. A teljes felújítás meghaladta az 50 millió forintot, és teljes egészében a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum finanszírozta ezt a felújítást. A gyerekek és a tanárok is már igénybe vették és használatba vették a tornatermet, mindenki legnagyobb örömére. Már az igénybevétel előtt túrákat szerveztünk a gyerekek részére, akik megtekintették az új tornatermet, akkor még félig kész állapotban, azóta már a héten birtokukba vették, voltak testnevelés órák, és nagyon örülnek neki. A felújított tornaterem már rögtön egy rendezvénynek is helyt adott, hiszen a Boros Napok keretén belül Boros Expót rendezett az iskola. Ez egy nagy szerencse, hogy meg tudtuk tölteni egyéb programokkal is ezt a rendezvényt. Ma egy projektnap keretein belül bemutatkoznak a diákvállalkozások, pályaorientációs nap is volt a gyerekek részére, és a délután még különböző sportversenyek lesznek, amiben a tanárok is be fognak kapcsolódni. A felújítások sora még korán sem állt meg az iskolában, ugyanúgy, mint a többi szakképzési centrum által fenntartott intézményben sem. Igazgatónő úgy fogalmazott, hogy a fenntartóra mindig lehet számítania az összes iskolának. Ezzel a felújítással véleményem szerint a legnagyobb felújítások megtörténtek. Természetesen sok mindent szeretnénk, nagyon sok mindent kapunk, és biztos, hogy vannak még olyan területek az iskola épületében, ami még megújulást igényel, például a burkolatok, de elmondhatom, hogy a legszükségesebb beruházások megvalósultak intézményünkben. A szakképzési centrum minden intézményére nagyon odafigyel, és minden egyes intézmény gazdagodik minden tanévben új eszközökkel, beruházásokkal, terekkel. Ennek az egyik része a tornaterem felújítás, de ha körbenézünk, a többi iskola szintén több megnyitót tartott, akár ezen a héten is.
Tegnap este a Szentesvárosi Könyvtárban emlékeztek a szentesi kultúra meghatározó alakjára, dr. Széchenyiné Csergő Juditra, a Csallány Gábor Múzeum baráti kör rendezvényén. A nemrég elhunyt tevékeny közéleti szereplőtől Móra József városi képviselő is búcsúzott. Dr. Széchenyiné Csergő Juditra emlékeztek a Szentesvárosi Könyvtárban. Móra József önkormányzati képviselő felidézte élete legfontosabb állomásait, és azt is elmondta, Jutka néni nagyon aktív közösségi életet élt. Judit néni egy rendkívül aktív és szentesnek, én azt gondolom, a közéletének egy tartozéka volt, mert bármerhová mentünk, mindig mindenütt találkoztunk vele. Akár ünnepségeken, akár megemlékezéseken, akár itt a könyvtárban előadásokon, ő mindenütt próbált helytállni. Ő egy nagyon jó háttérember volt, aki sok olyan információval rendelkezett, ami mások számára hozzáférhetetlen volt. Például a Kosta újratemetésnél ő tudta megkeresni azt a Kosta hozzátartozót, akinek gyakorlatilag a Nemzeti Emlékezet Bizottság kiadta a Kosta halmait. Lantos Imre, akivel dr. Széchenyiné Csergő Judit közösen hozta létre a Csallány Gábor Múzeum baráti kört, így emlékezett. Közel egy évtizeden keresztül dolgoztunk együtt, Jutka néni mindig segítőkész volt, és a közösség egyik alappillére. Jutka nénit nagyon sokan ismerték, nagyon sokan szerették, népszerű volt a városban, elég sok mindenben részes volt, tehát az állatmenhelytől kezdve sok mindent kezdeményezett a létrehozásában, és így ezáltal nagyon sokan szerették. Én a múzeumban együtt dolgoztam Jutka nénivel, hát közel 10 évet, voltak közös programok, aztán volt, amit például Kosta József hozatalát már együtt szerveztük. Nagyon jó volt vele együtt dolgozni, barátságos volt, minden ötletre vevő volt, soha nem hátrált meg úgymond a munkától, szerette a csoportokat vezetni, szeretett emberekkel foglalkozni. Ugye nagyon sokáig háziasszonya volt a Péter Pál polgárháznak Rózsa Gábor mellett, utána már mikor Rózsa Gábor betegeskedett, utána ő vitte a kiállítás megnyitókat. Rózsa Gábor halála után ugye a polgárházból átkerült a Kosta József Múzeumba, és én ott dolgoztam vele együtt. Nagyon barátságos ember volt, tehát úgy vendég nem ment el, hogy ne legyen hozzá egy kedves szava. Mindenben segítette a betérőket. Az Árpád Szabadidő Sportklub, az Együtt Szentesért Egyesület és a Kapocs Egyesület közös szervezésében mutatkozott be Macelkáné Rónyai Juli Szentes Madártávlatból című fotókiállítása a Sétáló utcai Hacs irodában. Ezzel egy időben húsvéti vásárt is tartottak a szervezők. Húsvétig várja az érdeklődőket a szentesi hacsirodában Macelkáné Rónyai Juli Szentes Madártávlatból című fotótálata, melyet kedden nyitottak meg a nagy közönség előtt. Az amatőr fotós már gyerekkora óta foglalkozik fényképészettel, mely szenvedélye a mai napig elkíséri. Az apukámmal közösen hívtuk a fürdőszobába a fekete-fehér családi képeket, meg kirándulás képeket, ott onnan datálódik ez. Igen. Az első fényképezőgépet azt középiskolás koromban adta a kezembe az apukám. Osztálykirándulást, fotókat készítettem, de igazából a digitális fényképezés azért áttörést hozott ebben, hogy megvan mind a kettőnek a varázsa. Nyilván a filmre fotózásnál jobban meggondolja az ember, hogy milyen beállítást használ, nem készít sorozatokat, nem készít annyit. A digitális fotózásnál ez sokkal könnyebb, mert törlöm, ami nem. De igazából azt tapasztaltam, hogy mindig az első fotó a legjobb. Tehát nyilván megszokta az ember azt a látásmódot, amit érdemes, vagy látószöget, vagy nem tudom, fényviszonyt, amiben érdemes fotózni.
A madártávlatból, vagyis magas épületekről való fotózás nem konkrét elképzelés volt, hanem fotós séták alkalmával vetődött fel az ötlet, hogy érdemes lenne Szentesvárosát ebből a látószögből is megörökíteni. A gyerekeimmel rengeteget barangoltunk, és nyilván akkor is mindig jött velünk a fényképezőgép, és akkor mit fotózzunk, hova menjünk, hát menjünk föl, jó lenne fölmenni valahova, és onnan látni a várost, és aztán ez elindult, és utána már módszeresen kerestük a lehetőséget, hogy mikor, hova lehetne fölmenni. A férjem ebben nagy segítségünkre volt, mert ő a szakmájánál fogva rengeteg embert ismert a városban, és ismerőseihez oda ment, hogy föl lehetne menni ide, föl lehetne menni oda. Jó, elintézzük, és akkor amikor szóltak, hogy most lehet, akkor mentünk, és akkor családostól egyébként. Tehát a fiaim is jöttek velem olyankor, amikor föl kellett mászni valahova. Macellkáné Rónyai Julinak sok helyre sikerült feljutnia, és az is kiderült, hogy hova volt a legnehezebb engedélyt szereznie. A tévétorony, oda viszonylag hosszú időbe telt, mire engedélyt kaptunk. Nyilván onnan lenézni a városra az egy különleges élmény. Belátni az egész környéket, szóval ez nagyon, egész a Tiszáig felfedezni, hogy mit látunk. És akkor a víztorony, a város közepén, az is nagyon szép látványt nyújt, akár délelőtt, akár délután, tehát mindig valami érdekességet mutat. A Siló toronyban jártunk, a 10 emeletesek tetején, itt a belvárosban, a Fehérházra is följutottunk, a templom toronyból, és volt repülőgépes élményem is. A kiállítás húsvétig látogatható a hadsiroda nyitvatartási idejében. Faluszépítő csoport alakult Derekegyházon. Céljuk a közösségépítésen túl a település szebbé, barátságosabbá tétele. Ott jártunk, akkor éppen a húsvéti dekoráció elemeivel szépítették a falu leglátogatottabb részeit. Derekegyházon faluszépítő csoport alakult, akiknek célja a település sokak által látogatott részeinek szebbé tétele. Most a húsvét jegyében készített alkotásaikat helyezték ki a falu területén. Második éve működik ez a kis csoport, itt a faluszépítő csoport, polgármester úr kezdeményezésére, akik ráértünk munka után, és szeretnénk, hogy a településünk még szebb legyen. Így előtte össze szoktunk ülni egy neves esemény előtt, mint karácsony vagy húsvét, és tavaly húsvét volt az első alkalom, amikor már többen így ötleteltünk, gyűjtöttük az internetről az ötleteket, és mi az, ami a jobban dekorálná a településünket. És akkor ezt követően megbeszéltük, hogy kinek milyen alapanyaga van, mi az az összeg, ami rendelkezésünkre áll, és hogy tudjuk kivitelezni. A csapat nyilván sokrétű, hiszen mindenkinek van egy főállása, és ez mellett ötletelünk, tehát van, aki a Démásznál dolgozik, van, aki boltba, bankba, tehát minden irányból vagyunk, de közösen fantasztikus dolgokat tudunk összehozni. Szabó István polgármester is aktív tagja a csoportnak, elmondása szerint ő inkább a megvalósításból veszi ki a részét, a kutató munkát a hölgyekre bízza. Rengeteg ötletet találnak, vagy küldenek egymásnak különböző internetes oldalakon, hiszen nem kell mindent kitalálni, ha van jó ötlet, akkor azt meg kell valósítani. És a remek ötleteket, azokat honosítjuk, átformáljuk arra, hogy milyen anyagunk van, és a házaktól, amik így a baráti társaságnál is vannak, saját anyag, főkerek saját anyagból, vagy most már hál' Istennek kapunk is különböző hulladékanyagot, abból oldjuk meg ezeket a díszeket, és nagyon kreatív ötletekkel ez a csapat mindig összeáll így hétfőn és kedden este, és akkor dolgozunk, festünk, fúrunk, faragunk, összeállítjuk azokat a ötleteket, és azokat a dísztárgyakat, amivel szeretnénk a falunak kedveskedni. Nem csak díszek elkészítése szerepel a repertoárban, hanem fontos számukra a település virágosabbá, zöldebbé tétele is. A település ágyásait szintén egy bejárással körbenézni, hogy mi az, amit a tavalyi főútvonal építését követően most már ki tudunk
építeni, és már a nagy ágyásunk az beültetésre is került, majdnem 900 virághagymát ültettünk el az elmúlt 2 hétben, illetve próbálunk örök zöldekkel tartósan majd az egynyári virágokat is szintén fogjuk ültetni, mire a Palacsinta Fesztivál lesz, addigra minden virágos lesz. Ezzel csütörtöki híradónk véget ért, következik hírháttér műsorunk, melynek vendége Dósai Molnár Szilvia, témánk pedig az a jótékonysági futás, amelyet most vasárnap rendeznek meg. Híradóval legközelebb pénteken várjuk Önöket ismét. Kedves nézőink, köszöntöm Önöket, már is folytatjuk műsorunkat. Adni jobb, mint kapni. Talán ezzel a címszóval tudnám összefoglalni a mai Háttér című műsorunknak a témáját, hiszen most vasárnap március 17-én jótékonysági futás per gyaloglás lesz a Széchenyi-ligetben, és hogyha futás és gyaloglás, akivel mással is beszélgetnék, mint Dósai Molnár Szilviával, szentes futó nagykövetével, aki szervezi ezt a jótékonysági futást és gyaloglást. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Én is köszönöm szépen, és köszöntöm a nézőket. Szeretettel. Ugye egy egyesületnek gyűjtötök, tehát egy jótékonysági célú futásról van szó. Mit kell tudnunk erről az egyesületről, akinek gyűjteni szeretnétek ezzel az akcióval? Nekem az onnan jött ez az ötlet egyébként, ugye van a szlogenünk, hogy jobb adni, mint kapni, hogy ugye futó nagykövet találkozón vagyunk, ott egy nagyon jó közösségben vagyunk együtt minden évben a Balatonon, és rengeteg pozitív élményt és előadást hallgathatunk meg így a szervezők által. Ezúton is hálás vagyok, illetve ennek a közösségnek is. Ugye próbáljuk a futást népszerűsíteni, illetve én azt gondolom, hogy aki egészséges, az gyalogolni is tud, és ezáltal összekapcsolni a két dolgot. És most én azt gondoltam ki, hogy mivel volt egy előadónk a Trizoli Jóti Futi Egyesületből, a Kuti Zoltánék, ők 12 éve foglalkoznak fogyatékkal élőkkel, ami azt jelenti, hogy ők maguk is szerveznek sporteseményeket. Tehát ez meglepő volt neki, hogy most én is szeretnék az ő számukra egy sporteseményt szervezni és jótékonykodni. És a lényege az, hogy ők is tehát szerveznek úszást, futást, kerékpározást, és ők is az adományokból tartják fent azt, hogy a fogyatékkal élőket szeretnék bevonni a mozgásba, már ami a körülményeket illeti. Ugye ők tolókocsival, ilyen pedelekkel, tehát különféle módon mozognak, és nagyon pozitív ez, hogy és nagyon példaértékű, amit ők csinálnak. És ezért gondoltam azt, hogy mivel a mozgás és a sport az egyúttal tud adni is, és miért ne jótékonykodhatnánk most éppen a Trizoli Jóti Futi Egyesület számára, mert ugye nagyon-nagyon sok mindenkinek lehetne. Nagyon-nagyon sokan gyűjtenek egyébként futással adományokat, pénzadományokat egyesületeknek, beteg gyerekeknek. Én most éppen rájuk gondoltam így, mivel most egy pedelekre gyűjtenek, ami azért nem kevés, mert az, ha jól emlékszem, 700 ezer forint, és ugye ezzel is hozzásegítenek egy embert ahhoz, aki sérül, de ugyanakkor ebben a közösségben tud együtt mozogni a többiekkel. Ugye ezek a versenyek, nem versenyek, hanem futás, gyaloglás, ezek egy olyan közösség, olyan erőt ad azoknak az embereknek, hogy ez valami fantasztikus, és én remélem, hogy azért el tudnak jönni vasárnap, és itt lesznek velünk egy néhányan, Zoli ígérte, de nem tudni, hogy milyen elfoglaltságaik vannak, és én szeretném, ha minél többen lennénk itt, mert én fontosnak tartom az egészséges életmódot és a mozgást. Ugye, mint testnevelő tanárként dolgozom a Kisbálint iskolában, ezúttal is próbálnék ugye példát mutatni. Ugye én magam is a Honvéd Rákóczi Sportegyesületben amatőr szinten futok, triatlonozok. Én nagyon szeretem a sportot, a mozgást, az én gyermekeimet is arra inspirálom, hogy a mozgás fontos, és az egészségük miatt tegyenek az egészségükért, illetve próbálom a gyerekeket is az iskolában erre
motiválni, úgyhogy őket is elhívtam, és szeretnék mindenkit szeretettel várni, hogy eljöjjenek, és együtt sportoljunk, mozogjunk. Én azt gondolom, hogy minél többen leszünk, annál eufórikusabb élményt fog biztosítani ez a délelőtt, ez a közös délelőtt, mert szoktunk menni olyan futóversenyekre, ahol azért több ezren futunk együtt, és az valami fantasztikus élmény, és itt, ha már csak együtt gyaloglunk egész óvodáskortól az időskorig, mert én azt gondolom, hogy a sport az nem tud határt szabni már, mint az életkorban, tehát amíg egészséges az ember, addig, és amíg mozog, én azt gondolom, hogy addig marad egészséges. Persze a bizonyos körülmények között, mert azért túlzásba sem kell vinni. Említetted, hogy a futónagykövet találkozón találkoztatok, nyilván nem először ezzel az egyesülettel, és abban a hosszú posztban, amit természetesen mi is megosztottunk és kiraktunk, úgy fogalmaztál, hogy volt mint sírni ezen a találkozón, akkor ott döntötted el, hogy akkor te most szeretnél nekik segíteni. Igen, azt gondolom, hogy a jótékonykodás az egy fontos dolog. Ugye én azt gondolom, hogy nagyon sok ember adományoz ruhákat, telefonon ugye lehet segítséget adni, utalni lehet egyesületeknek, bárkinek, aki rászorul, és ez egy olyan nemes dolog, és azt gondolom, hogy a gyerekeknek is ezt már meg kell tanítani, hogy jótékonykodni valamilyen szinten fontos az életünkben, és itt nem nagy összegekre kell gondolni, mert tényleg ugye ez a sok kicsi sokra megy alapon kell gondolni, mert ha tényleg sokan adnak keveset, abból lehet egy nagy, és az egy hatalmas jó érzés, hogy tényleg az ember tesz is azért, tehát nem csak az van, hogy most elutalom a pénzt, és oké, segítettem, de itt egy közösségi mozgással egybekötve tudunk együtt segíteni. Ugye március 17-én, tehát most vasárnap lesz ez a jótékonysági akció. Egy kicsit avassuk be a nézőket, hogy hogyan fog kinézni az a délelőtt. Igen, március 17-én vasárnap délelőtt lesz az esemény. Én azt terveztem, hogy ugye legyen egy bázisunk, ezért a sportszállót megkaptuk, és ezt hálásan köszönöm a Rak Lászlóéknak is, hogy ott lepakolhatunk, öltözési lehetőség is van, és ott 9:30-tól lehet gyülekezni, ott lesz majd egy persejszerű valami, még ezt nem találtam ki konkrétan, és akkor abban lehet tényleg adományozni, és én szeretném azt megkérni mindenkitől, aki részt vesz, hogy lesz majd egy ilyen narancsszínű kartonlap, amire majd én írok, és akkor hogy mindenki aláírná, és hogy honnan jött, ez fontos lenne, mert ezt is szeretném majd az Zoliéknak odaadni emlékbe, hogy kik azok, akik részt vettek ezen az eseményen. Tehát 9:30-kor gyülekezünk a sportszállónál, vagyis 9:30-től, és maga az esemény, ugye lehet, hogy lesz egy kis közös bemelegítés, és akkor átsétálunk a ligetbe, és ott majd először majd a futók fognak elindulni ugye a pályán, és akkor kicsit várunk, és akkor, hogy szétoszoljon a tömeg, remélem lesz tömeg, és utána majd a gyaloglók, ők pedig inkább a salakos részen, tehát a kavicsos részen, és akkor így talán elfér majd mindenki. Egyik évben már szerveztem csak egy spontán 56-os emlékfutást, nem emlékszem most, hogy 2 vagy 3 éve, ugyanígy a ligetbe, és hát szerintem ilyen 60-70-en voltunk, és csak egy tényleg egy spontán délutáni 56-os futás volt, úgyhogy bízom benne így, hogy jótékonykodhatunk, adományozhatunk, ugyanakkor a mozgás fontosságára szeretném ezzel felhívni a figyelmet, illetve azt veszem észre, hogy a városban kellene több ilyen szabadidős, közös megmozdulás, akár kerékpártúra, akár gyalogtúra, akár közös futás. Mondjuk én csináltam a közös futásokat így hétvégente, most azt szeretném újra majd feleleveníteni, ugyanakkor szeretnék heti egyszer így hétközben is, ha összejön így este felé így mondjuk ilyen edzéseket tartani, vagy ilyen gyaloglást, tehát lehet jönni gyalogolni, vagy akik szeretnek kicsit kocogni, tehát egy ilyen közösséget kialakítani újra, mert volt egy közösségünk, csak ugye én is mindig vagy lesírülök, tehát vannak mindig közbejövő dolgok, vagy hétvégékre van valami, de azért jó lenne egy olyan közösséget kialakítani, ami egy állandó, és én azt gondolom, hogy együtt ez sikerülhet.
Ugye említetted, hogy egy kartont majd alá kell írnia mindenkinek, azt is említetted, hogy ki honnan jött. Akkor adódik a kérdés, hogy nem csak Szentesről vártok természetesen akkor adományozókat, akik csatlakoznának ez az akcióhoz. Igen, én bízom benne, hogy minél több városból is el tudnak jönni. Ugye én megosztottam a futónagykövet szentesi csoportban, az én futónagyköveti csoportomban, ahova én is tartozom, illetve azért jó néhányan úgy láttam, hogy megosztották az eseményt, illetve ti is, és köszönöm szépen mindenkinek, aki megosztotta, mert ugye ezáltal így egyre többen információt kaphatnak arról, hogy lesz ez az esemény, és várok mindenkit szeretettel. Azt ugye már tudhatjuk, hogy akkor mikor van a gyülekező, nagyjából mikor a tervezitek így a végét, csak hogy így egy vége időpont is legyen így a nézőknél, hogy akkor nagyjából meddig kell ezzel tervezni, vagy nem tudom, távokat terveztetek, hogy a futásnagyaloglásnál mekkora távot fogok teljesíteni? Igazából én azt írtam ki, hogy a táv az tetszőleges, tehát mindenki annyit gyalogol és fut, amennyit szeretne. Hát egy másfél-két óra hossza, mert ha éppen jön olyan egy ultrafutó, azért remélem, hogy 6 órát nem fog futni, bár én kivárom. De az a lényeg, hogy itt most az egészséges életmódra szeretném felhívni a figyelmet ezzel a jótékonysági futással, gyaloglással, hogy tegyünk az egészséget. Ugyanakkor fogjuk kézen a gyermekeinket, és hozzuk el erre az eseményre, hogy egy közös délelőttön, egy közös mozgással egybekötve együtt eltöltsük az időt hasznosan. És hát nyilván mi más kérdezhetnék még egy futónagykövettől, hogy miért fontos a futás, és az, hogy sportoljunk, egészségesen éljünk, egészséges életmódot folytassunk. Igen, van ez a mondás, hogy a láb mindig kéznél van, és én azért tartom fontosnak a futást egyrészt, mert nagyon sok jótékonysági hatása van, tehát jótékony hatása van a szervezetünkre. Ugye van, aki szeret versenyezni, én is nagyon szeretek versenyezni. Van, aki csak hobbiként, van, aki ugye az egészséges életmód miatt fut, tehát mondjuk szeretne fogyni, a szálkásodni. Tehát nagyon sok rétű a futás, de ugye a többi sport is. A futás az egyébként egy olyan közösségépítő dolog, ami szerintem nagyon sok embert összehoz. Tehát ha elmegyünk egy nagyobb futóeseményre, és most már itt a szomszédos városokban is nagyon sok klassz futóesemény van, és megízleljük azt, hogy milyen ilyen közösségben együtt futni, tehát hogy tömegest egy tömeggel elindulni, és ezt amikor drukkolnak az embernek, tehát ott vagy ismeretlenül, de mondjuk a rajtszámodon ott van, hogy Szilvi, és akkor hajrá Szilvi, tehát amikor ezt hallod, tehát egy fantasztikus érzés, és én is most próbálom, ugye van egy kis atlétika csapatom, ugye a Szentes Életben ugye most megjelent, és őket is most próbálom így egy kicsit bevonni, hogy elmenjünk ilyenekre, hogy megérezzék azt, hogy milyen az úgy futni, és nem az a cél, hogy most elsők legyünk, hanem hogy teljesítsük azt a távot, és boldogan érjünk be a célba, illetve azért sok gyerekeseményen is most már az van, úgy felnőtteknél, hogy befutó érem jár, és a gyerekek mindig ezt kérdezik, hogy érmet kapunk, és igen, ez nagyon fontos nekik, hogy igen, kaptok, mindenki kap, még az utolsó is, mert mondom, nem mindig a győzelem a fontos, hanem az, hogy bele beszépancson ez a közeg, és hogy együtt tudjunk mozogni, sportolni, és mondom, tehát sok célja van a futásnak. Van, aki tényleg ilyen ultrafutó, aki 246 kilométereket fut, a Balatont körbe futja, tehát, és mondjuk nem fut gyorsan, de teljesíti. Tehát fantasztikus eredmények születnek, sok ember magának szeretne bizonyítani, sok ember ugye a helyezés miatt, a verseny miatt megy, mert ugye gyors, és ugye, tehát, és egy nagyon jó kiegészítő, én azt gondolom, hogy minden sportnak alapja az állóképesség, és a futás egy nagyon jó állóképességi sport, és sok sportágban szerintem szükség volna rá, hogy fussanak is a versenyzők, vagy a sportolók is, de az lenne jó, ha minél több gyermeket be tudnánk vonni. Ugye nálunk van évente az iskolában a reformáció futás, és most már harmadik éve szerveztünk a gyerekeknek az óvodáskorban reformáció emlékfutást itt a Salakos pályán, pont azért, hogy már 3 éves kortól elhozzák őket az óvónénik, és ezt hálásan köszönjük. Most is 97 kis óvodás futott együtt,
és hatalmas élmény őket látni, azt, hogy boldogok és örömmel jönnek és futnak, gyalogolnak, mert ugye azért a 3 éves pedig nem sokat táv, 500 méter, de hogy már ismerkednek ezzel, és ez fontos lenne, hogy már kisgyermekkortól arra neveljük a gyerekeket, akár szülő, akár ugye az óvónénik, tanítónénik, tehát ez egy nagy segítség lenne, hogy mozogjanak, sportoljanak a gyerekek, bár én úgy gondolom, hogy ezzel nálunk nincs probléma, és hozzák az óvónénik a gyerekeket erre. De azt gondolom, hogy kellene több ilyen esemény már óvodáskortól is, hogy vegyenek részt, és megízleljék a futást, akár a gyaloglást, itt most akkor mind a kettőt esetleg. És pont ezért hirdettem gyaloglást is, hogy ezért gyalogolni azért mindenki tud többet, kevesebbet. Visszatérve tehát a táv az tetszőleges lesz. Én azt mondtam az én gyerekeimnek a suliba, hogy a 3 kör az a minimum, vagy futva, vagy gyalogolva, vagy vegyesen. Ugye dicséret fog járni érte, mert azt gondolom, hogy egy hétvégi program is megérdemli, aki eljön, próbálom ezzel is motiválni őket. De egy órát, másfelet, kettőt is futhat bárki, mert itt most az a cél, hogy jól érezze magát, és már ha esetleg messzebbről is eljön, akkor igenis tegyen annyi távot meg, amennyit ő szeretne. Szévi, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. A cél az mindenképpen nemes. Mi is ott leszünk majd természetesen ezen a jótékonysági futáson, és közvetíteni fogjuk majd. Hírt adunk róla, hogy hogyan sikerült. Én kívánom azt, hogy minél többen látogassanak el tényleg most vasárnap délelőtt oda erre a jótékonysági futásra és gyaloglásra, és legyen minél sikeresebb ez a program. Köszönöm szépen még egyszer, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Várok mindenkit szeretettel, az óvodásoktól egészen az idős korosztályig, és bízom benne, hogy egy együttes összefogással itt Szentes és környéke, és akárki, mindenki eljön, akkor tudunk egy nemes célért együtt gyalogolni és futni. Köszönjük szépen. Köszönjük. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Szentes egyik legnagyobb épületgépészeti és kisgép szakáruházának, a Termoker Szentes Kft.-nek, Szentes Villogó utca 12 szám alatti üzletének főbb termékköreiből. Víz, gáz, fűtéstechnika, baxi, fég és hajdúsági gyártmányok, kondenzációs kazánok, totya és termomax, vegyes tüzelésű kazánok és radiátorok raktárról. Elektromos kerti, mezőgazdasági barkácsgépek, ipari felhasználású szerszámok. Új stíl szakkereskedésünkben Szentesen a Mátyás Király utca 33 szám alatt motoros fűrészek, kertápolási gépek, fűkaszák, permetezők, munkaruhák és munkavédelmi felszerelések. Minden egy helyen, amire a házban és a ház körül szükség van. www.termoker.hu. A tavasz első napsugarai melengedték, harmadcseppek és méhek szárnyai simogatták. Szentesi termelők gondozták, hogy természetesen zamatos ízével szolgálja egészséged. Senki sem szereti, ha lassú a net. Ezért új ügyfeleinknek megduplázzuk az otthoni internetcsomagok sebességét. Hogy ez mit jelent? Gond nélkül megy a távmunka. Hogy az online kurzusod nem áll le. Hogy a küldetés nem fagy le. Magyarul úgy pörög az otthoni net, ahogy te akarod. Pörgess te is dupla sebességgel. A net elcsomagáráért most 2-szer olyan gyors gigabit netet adunk. Vodafone. Nekünk, magyaroknak a szabadságot sosem adják ingyen. Mindig meg kell küzdenünk érte. Emlékezzünk közösen 1848 hőseire, március 15-én. 10 óra 30-tól díszünnepség kezdődik a Nemzeti Múzeumnál. Beszédet mond Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke. Mindenkit szeretettel várunk. A haza minden előtt. Ilyen a lakás. Hajné. A ház. Bungalló. Érzed magad? Jól. Otthon. Ezt veri le. Villámhárító. Tír elé. Otthon. Romba. Ezt veri le a villám. Na majd én. Volt a falon? Pont otthon. Zombi otthon? Otthon is. Olyan. Ó, papá. Fogyó idő. Milyen egyszerű. Keresse az MFO védjegyet, válasszon minősített, fogyasztóbarát otthonbiztosítást.
Ez a Szentes Televízió Szosszó magazinja folytatódik műsorunk, melyben interjút láthatnak dr. Reisinger János irodalomtörténésszel, majd ellátogatunk a Klauzál Gábor általános iskolába, és az Árpád Szabadidő Sportklub nőnapi rendezvényéről is tudósítjuk Önöket. Maradjanak továbbra is velünk! Ünnepek örömei és veszélyei címmel tartott előadást dr. Reisinger János irodalomtörténész a Szentesvárosi Könyvtárban. A neves professzor nem először tett eleget szentesi meghívásának, legutóbb és most is teltház fogadta őt. Nagyon sok ünnepünk van. Vannak családi ünnepek, mondjuk születésnap, névnap, házassági évforduló, bizonyos felekezeteknél a keresztelő, vagy a bérmálás, vagy a úrvacsora, vagy egyéb más, tehát vannak családi és egyházi ünnepek. Két éve indítottam az interneten egy sorozatot, aminek ez a címe, hogy ünnepek veszélyei, veszélyes ünnepek. Hogy melyik van túlsúlyban, egyre inkább a veszélyek lesznek túlsúlyban, mind a hétköznapi életben, mert hiszen látjuk, hogy egy karácsony a legtöbb öngyilkosságot hozza létre, de mind pedig a történelmi életben, mert erről nem sokat szoktunk beszélni, hogy az ünnepek az mindig meghatározott hatalmaknak a díszjelei. Ugye jön egy újabb hatalom, akkor nincs már április 4, vagy november 7. De vitatkoznak azon, hogy március 15, augusztus 20-a, október 23-a. Ezek mindig nagy csaták. 1990-ben is óriási harc zúlt a magyar parlamentben, hogy mi legyen a legnagyobb ünnep. Nem tudom, hogy emlékeznek-e rá, hogy végül is mi mellett döntöttek. Augusztus 20-a mellett. Holott a hétköznapi magyar világban mindig a március 15-e volt a magyar ünnep, vagy a szabadság ünnepe. Hát az augusztus 20-a az inkább egy monarchikus dolog, vagy egy Szent István ünnep, vagy egy, persze lehet a betakarításhoz, a kenyérsütéshez, új kenyér. Szóval arról beszélek majd az előadásban, hogy az ünnepeket fel lehet használni nagyon aljas célokra is. És fel is használják mind a mai napig. És a Biblia, amely az ünnepeknek egy teljes panorámáját adja, bizonyos proféciákban figyelmeztet arra, hogy az emberi történelem végén az ünnepek összeütközése fog a végső, az emberi civilizáció végső összeomlásához vezetni. Civilként, ha ki akarjuk vonni magunkat az ünnepek ártó, rontó hatásai alól, hogyan kell az ünnepekre készülni, vagy hogyan kell megélni az ünnepeket? Távol tudunk maradni önálló entitásként ezektől a hatalmaktól? Az biztos, hogy a mai tömeg kultúrában is csak az egyes ember tud a legtöbbet tenni. Tömegek azok mennek lefelé a kő nehézkedésével, vagy az ólomsúly nehézkedésével a lejtőn. A legtöbbet az egyes ember tud csinálni valóban, hogyha nem szokványosan, nem állami megrendelésre, vagy nem rokoni megrendelésre csinálja az ünnepeket, hiszen az ünnep, mi magyarok azért a legszebb versort az ünnepről Vörös Martitól kaptuk, hogy lesz még egyszer ünnep a világon. Ebben minden benne van, hogy lesz még egyszer egy olyan világ, amelyben nem a hétköznapok gonossága, önzése fog dominálni, hanem lesz egy emelkedettebb, hogy Petőfi mondja, hogy a szebb világ után jön egy még szebb világ. Az biztos, hogy az ünnepek most még eléggé az egyének kezébe vannak, vagyis hát amit az egyén csinál. Például a családban is, hogyha a gyerek vagy az unoka nem akarja ünnepelni, vagy nem akar úgy ünnepelni, most még talán teljes szabadság van, sőt mondhatnám, nagyon is nagy szabadság van. A szabadságot jól kihasználni azonban az az ember tudja, aki gondolkodik és utána jár a dolgoknak, és én ezt szeretném bemutatni most a húsvéttal kapcsolatban. Egyébként az miért fontos, hogy megöljük az ünnepeinket? A mai szekularizált világnak már szinte nincsenek ünnepei. Most már olyan értemben, mint az én gyerekkoromban 60 évvel ezelőtt voltak ünnepek, ilyenek nincsenek, ezt be kell vallani. Hogy fontos-e, nem tudom. Hát régen a legfontosabb az április 4-e volt. Még amikor a Tudományos Akadémiára kerültem, május 1-én velem akarták vitetni a vörös zászlót, aztán mondtam, hogy vagy beteget jelentek, vagy nem megyek el. Én például soha nem mentem ki így ünnepelni.
se november 7-én, de most sem megyek október 23-án, hogy a kocka köveket ragadjuk föl. Szóval veszélyesek az ünnepek, mert az ünnepekben sok mindenre lehet ingerelni, úszítani. Tehát manapság már nézzük meg, a március 15-én minden évben úgy köszönt Magyarországra, mint egy tavaszi vircsaft, nem? Hogy most melyik párt, vagy milyen irányzat. Holott ez Petőfi napja volt, a szabadságnak egy, az éledező köztársaságnak egy csodálatos alkalma. De hát ugye nincs köztársaság Magyarországon, ahogy ők megálmodták, azért most hogy, hogyan ünnepeljünk akkor, amikor nincs mit ünnepelni? Hát ez fogós kérdés. Ki mondaná ma, hogy a magyarság legszebb ünnepe március 15-e, tegye fel a kezét? A három ünnepő, március 15-e, jó magasra tegye fel a kezét. Igen? Ki mondaná azt, hogy október 23-a lenne a legszebb ünnep? Te jó magasra tegye fel. Senki? Augusztus 20-a? Húha, akkor most nekem itt nehéz a helyzet. Amikor Isten rendelt el ünnepet, mert a bibliai ünnepek nem ember által kitalált ünnepek, meg nem is egy nemzet által foganatosított, amikor maga Isten azt mondta, hogy ekkor és ezt és így. Például végig megyek a húsvétnak az ószövetségi rendelkezése, hogy miért kellett például sarút venni, vagy szíjat föltenni, vagy pálcával a kézben, miért kellett a sült bárányt megtörés nélkül, csonttörés nélkül, miért keserű salátával kellett elfogyasztani, miért kovásztalan kenyére. Ezeknek mind nagyon jelképes értelmük volt, és én ezeket végig fogom kísérni, és rámutatok arra, hogy mi... hogy Jézus lezárta ezt az ünnepet, tehát Jézus befejezetnek nyilvánította a húsvétot, tehát húsvétot ünnepelni ma ez anakronizmus, hiszen Jézus az úrvacsorát állította helyébe. A húsvét, mint olyan 1500 év után egy beteljesedett ünnepként kimúlt. Tehát addig volt értelme, míg ő el nem jött, és még az életét nem adta az emberiségét, és azután, akik hisznek ő benne, azok az úrvacsorát ünneplik, akik meg nem hisznek, azoknak itt maradt egy ilyen üres hüvelyű húsvét, amit 325-ben ugye a nicei zsinat rendelt el, addig nem ünnepelték, azután pedig úgy ünneplik, ahogy a bárány, a nyúl, a tojás, meg a kölni víz megfér egymás mellett. Hát... ez egy olyan szinkretizmus, egy olyan eklekticizmus, amit azért nem tudom, hogy melyik gyomor fogad be, de hát úgy tűnik, hogy a tömegek mindent befogadnak. A Reisinger professzorra kíváncsi legközelebb, és hol, és mikor találkozhatunk önnel legközelebb? Én internetes ember lettem, tehát én a világhálóba kapaszkodom bele, és ott... több sorozatom van, amit említettem, az ünnepek veszélyei, veszélyes ünnepek, arról most több mint 10 előadást tettem föl, végigkövettem az ünnepeket, de ez mindig folytatódik ez a sorozat. És elindítottam, hogy Zakariás próféta könyvének részletes bemutatását, Jézus példázatainak részletes bemutatását. Én youtuber lettem itt Szentesre, csak azért jövök, mert olyan szép ez a könyvtár, meg olyan aranyosak az emberek, meg a tévések. 90-ben is emellett döntött. Azt mondták, hogy... A jó iskolákba boldog gyerekek járnak, az első tanító választás meghatározza nem csak a felsős éveket, de a későbbi pályaválasztást is. Vallja Garainé Dombi Ildikó, a Szentesi Klauzál Gábor általános iskola egyik leendő elsős tanítónénie. Ezért is szerveznek nyílt órákat az iskolaválasztás időszakában, ahol nem csak a gyerekek, de szüleik is megismerkedhetnek a klauzálos életérzéssel. Szentesi Klauzál Gábor általános iskola első emelet. Az első emelet az az alsósoknak a szintje. Itt találhatók a termeik, és hát gyakorlatilag ez itt teljesen az ő kis birodalmuk, az ő területük. Szerintem érdemes egy-két órára is, hogyha gondolod, benézhetünk. Főleg olyan szempontból is, hogy mondjuk benéznénk azokhoz a kollégákhoz is, akik majd az elsősök lesznek. A negyedikesek... osztályfőnöke most Giláni Orosz Edit kolléganő és Óvári Endre Gabriella kolléganők. Ők fogják majd az egyik első osztályt indítani, és a másik első osztályban pedig Szilágyiné Bugya Márta kolléganő
és Garainé Dombi Ildikó kolléganők lesznek majd a tanítónénik, úgyhogy akár, hogyha gondolod, akkor oda is egy-egy pici pillanatra, az óráikra betekinthetünk, megnézve azt is, hogy hogyan zajlik nálunk egy ilyen alsós óra és foglalkozás. A két első osztályból most egy ilyen hirtelen megoldással Garainé kolléganőt kellett betennünk, úgyhogy mindjárt bekopogunk hozzájuk, és akkor megnézzük, hogy hogy zajlik a foglalkozás. Mutattam a mi hangkézjelét, persze, hogy emlékszik, ugye mi, és melyik a másik ilyen hangunk? A szó. Na, akkor figyelj. Szó, mi, szó, mi, szó, mi, szó, mi. Figyelj, nehezítünk. Szó, mi, szó, szó, mi, szó, mi, szó, szó, mi. Figyelj, ügyes vagy, még nehezebb. Szó, mi, szó, szó, mi, szó, szó, mi. Igazgató bácsi, eléneked el a körtéfát? Hát majd úgy csináljuk, hogy együtt fogjuk elénekelni. Jó. Jó, rendben? Jó. Szóval teszek most nektek egy nagyon jó kis ajánlatot, hogyha a héten mindenki nagyon ügyes lesz, akkor a jövő héten egyszer, amikor majd Ildikó nénének ének órája lesz, akkor behozom a gitárt, és akkor egy kicsit gitározunk meg énekünk, jó? Ha van hozzá kedvetek. Jó, de akkor annyit szeretnék kérni, hogy mindenki nagyon-nagyon ügyes lesz a héten, jó? Cserébe. 2011 óta tanítok a Klauzásuliban, amióta a Petőfi iskolát bezárták, és áthelyeztek minket ide. Ott is énekzene tagozatos osztályokat tanítottam. Jelenleg az első A-ban tanítok matematikát és éneket, és intézményvezető helyettes is vagyok mellékesen. Iskolaválasztás nem könnyű egy szülőnek, három gyerekes anyukaként is mondom ezt, bár az én gyerekeim már elég nagyok. Én mindig azt gondolom, hogy tanítónénit választunk elsősorban, tehát ha találunk egy olyan, illetve tanító párost, ha találunk egy olyan párost, akiben megbízunk, jó szívvel rábízzuk a gyerkőcünket, szakmailag egy kicsit utána nézünk, nyílt órákat látogatunk, kérdezősködünk óvónéniket, nagyobb gyerekek szüleit, hogy kinek mi a tapasztalata, akkor szerintem mindenképpen jól választunk. Természetesen alsó tagozatban mindennapi kapcsolatban vagyunk a szülőkkel, hiszen reggel mi fogadjuk a gyerekeket, délután mi adjuk át őket a szülőnek. Ezen kívül mindenféle csoportunk van, messenger csoportunk, kréta csoportunk, üzeneteket küldünk, üzenőfüzetünk van, tehát alsó tagozatban még nagyon-nagyon fontos a szülőkkel való kapcsolat. Ez egy nagyon összetett kérdése, hogy milyen a jó pedagógus. Szerintem az első az, hogy következetes. Tehát a gyerkősznek tudnia kell, hogy mit várok el tőle, és azt mindig várjam is el tőle, és ugyanolyan színvonalon várjam el tőle. Persze, szeretem a gyereket, úgy beszélek a szülővel, tudom, hogy mi az iskola a feladata elsősorban, és ehhez alakítom ki a megfelelő rendszert, vagy módszert, amivel a gyerkőccel foglalkozom. Most a háttérben énekóra van, amit átvett tőlem igazgató úr, és mivel én énekzene tagozatos iskolából jöttem, én nagyon fontosnak tartom mind a ritmizálást, mind a szolmizálást, mind magát az éneklést, hiszen a gyerek felszabadul, kötetlenebb a hangulat, egy matematika óra után lazulunk egy kicsit, ugyanakkor a fegyelmet, meg a játékban a szabályokat itt is be kell tartani. A körtéfát tanuljuk éppen, és hát szerintem az igazgató úrnak nagyon, nagyon fekszik ez a dalocska. És az ígéretét azt be fogjuk rajta vasalni természetesen. Igyekszünk mindig alkalmazkodni a gyerekekhez, és ebben például az is benne van, hogyha éppen 25 perc múlva becsöngetés után elfáradnak,
akkor a kolléganők igenis, hogy egy kis mozgásos feladattal fölállnak egy picit a gyerekekkel, valamit tesznek, egy kicsit elindulnak, hogy ne legyen a gyerekek számára sem olyan monoton a nap. Úgyhogy ezekkel próbáljuk oldani egy kicsit a mindennapokat, meg a hagyományos csengetési rendünket, és én azt gondolom, hogy a gyerekek ezt rendkívül kedvelik, szeretik. Tornateremben azért is tartom egy kicsit fontosnak, hogy benézzünk, mert az intézményünk ad otthont több olyan egyesületnek, akik itt nálunk működnek, és biztosítanak a tanulóink meg a gyerekeink számára is sportfoglalkozásokat, kézilabda, kosárlabda, ezt szeretném elsősorban kiemelni, de természetesen társastáncra is van lehetőség a tanulóknak, és hát kiemelt nálunk a Bozsik program. Nem sokára óvodásokat, csütörtökön óvodásokat fogunk várni pontosan a Bozsik programhoz kapcsolódóan. Itt fognak egy kicsit focizni nálunk, ismerkednek a sport lehetőségeivel, és hát a kollégáim, én azt gondolom, hogy rendkívül fölkészülten és nagy-nagy gyerek szeretettel vezénylik le ezeket a sportrendezvényeket, úgyhogy próbálunk minden olyan mozgásformát biztosítani a gyerekeknek, ami őket érdekelheti. Az iskola 1984-ben épült, aztán nagyon-nagyon sokáig abszolút nem volt arra lehetőség, hogy egy picit sem felújítsuk, és 2010-ben egy pályázati munka keretében került sor az épület felújítására, illetve hát ehhez kapcsolódóan a tornaterem is megújult, illetve a tornaterem többször is különböző pályázatok révén világítása, a padlózata is új burkolatot kapott, úgyhogy próbáljuk mindig éppen a legkorszerűbb módon üzemeltetni, és ehhez nyilvánvalóan nagyon-nagyon sok segítséget kapunk a fenntartótól, a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központtól, de természetesen nagyon jó az együttműködésünk a sportegyesületekkel is, ők is próbálnak minden módon hozzájárulni ahhoz, hogy legyen a gyerekeknek egy ilyen jó lehetőségük a sportolásra. Szerintem borzasztóan meghatározza a munkavégzésnek a minőségét, és az, hogy hogy érkeznek be reggel a kollégák, az szerintem borzasztóan fontos, hogy a társaság jó legyen. Mert én azt gondolom, hogy nem csak tanárok vagyunk a szónak nyilván a jó értelmében, hanem egy közösség is, és erre a közösségre és erre ezekre a közösségi értékekre nagyon-nagyon büszkék voltunk mindig, nagyon szeretjük, és én azt gondolom, hogy talán ennek az intézménynek az egyik varázsa pontosan az, hogy egy nagyon-nagyon jó hangulatú közösség is működik, nem csak pusztán a szónak egy picit talán rossz értelmében egy tantestület. Úgyhogy alacsony a fluktuációnk, hál' Istennek, szívesen jönnek kezdők is, és hát azt kell, hogy mondjuk, hogy a szakos ellátottságunk is 100%-os, ami én azt gondolom, hogy szintén talán köszönhető annak is, hogy egy jó családias közösség is működik, nem csak egy tantestület. Átmegyünk a negyedikesekhez, és akkor megnézzük, hogy a leendő elsősöknél éppen mi zajlik, mármint a tanítónénik tekintetében. Azt hiszem, hogy éppen a testnevelés órájukat fejezték be, és épp hogy följöttek, hogyha jól gondolom. Reggeliznek ilyenkor az első szünetben az alsósok, és ez mondjuk olyan szempontból is jó volt egy picit, hogy a testnevelés óra megelőzte a reggelit, így aztán nem teli gyomorral kellett levenni szegény gyerekeknek. Úgyhogy ide már is bekopogunk egy pillanatra. 40, 32, 18, 5x2, hova tettük? 10. És akkor a következő kis rávezető játékunk az órára legyen a füzetet kinyitod, és bemutatunk egy számot, jó? Szöveges feladat címet felírod, majd látunk. Du, padu, 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 du, padu, du, du, abu, padu, padu, pu, pu, padu. Felső tagozat kapcsán annyit szeretnék még mindenképpen elmondani, hogy két nagyon-nagyon jól felszerelt informatika szaktantermünk van.
ahol szakemberek is rendelkezésre állnak, és én azt gondolom, hogy olyan tudást tudnak a gyerekeknek átadni, amivel boldogulni tudnak ebbe a úgynevezett modern világba. Én azt gondolom, hogy a digitális tudás, a digitális oktatás elengedhetetlen a felső tagozaton. Nagyon-nagyon nagy hangsúlyt is fektetünk emiatt erre. Aki szeretne egy jó hangulatú iskolában, sok tudással felvértezve, 8. majd úgy elvallagni, hogy sikeres továbbtanulás. Hát ehhez kapcsolódóan nyilvánvalóan egy sikeres élet kapcsolódjon a tevékenységéhez, a létéhez. Szóval én azt gondolom, hogy az iskola, az általános iskola különösen alapozó tevékenységének megfelelően kell, hogy megteremtse azokat a lehetőségeket, amivel majd a tanulóink boldogulni tudnak az életben, és én azt gondolom, hogy ezt sikeresen tudjuk átadni. Én mindenkit biztatok, hogy jöjjenek el a nyílt óráinkra, és nézzék meg a tanítóinkat, nem feltétlenül csak az alsó tagozaton, a többi pedagógusunkat is meg lehet nézni, hiszen egy alsó tagozat jó választása kihat egy felső tagozatos tanulmányra végig, és egy, akár egy jó pályaválasztást is megalapozhat. Nőnapi bálat szervezett az Árpád Szabadidő Sportklub az elmúlt hétvégén a központi konyhán. A klub évente 2 bált szervez, egyet ősszel, egyet pedig nőnap alkalmából. Ezúttal is több társ egyesületi tag képviseltette magát, akik műsort is adtak a rendezvény kezdetén. Majd jött az ízletes vacsora, a tombola húzás és a véget nem érő mulatság, hiszen tudják, nem csak a 20 éveseké a világ. Legyetek boldogok, míg éltek mi velünk, örökké szeretünk, amíg szívünk dobog. A nőkről álmodom, kezemben szálvirág, férfi szív nőt imád, de nem csak nőnapon. Árpád Szabadidő Sportklub életében hagyomány, hogy évente 2 bálat szervezünk. Egyik az őszi szüreti bál, és másik tavasszal a nőnapi bál. Ilyenkor meghívjuk a társklubokat, meghívjuk baráti társaságokat, sőt, most nagy örömünkre a Szentes testvérvárosából, Újszentesről is érkezett egy csoport. Úgyhogy itt vannak a nyugdíjas klub, a mozgáskorlátozottak szervezetéből, MÁV Lendület Vasutas Klub, a Derekegyházi Nyugdíjas Klub, és hát nyilvánvaló az Árpád Szabadidős Sportklub, valamint a Piroska Tánccsoport, illetve hát a föllépők fognak velünk együtt szórakozni. Lesz jó néhány föllépésünk, föllépőnk, 3 tánccsoport, a Piroska Tánccsoport, a MÁV Lendület tánccsoportja, illetve a hastáncosok, 2 énekkarunk, a Tilinkó, illetve a Vadrózsa énekkar, valamint 2 szavalatunk, Mészárosné Katika, illetve Török Károly fog szavalatot mondani. Mi a célja egy-egy ilyen bálnak a sportklub rendezésében? Hogyan lehetne összefoglalni a célját egy-egy ilyen bálnak? Tulajdonképpen egy régi-régi hagyomány, ezt a hagyományt szeretnénk továbbvinni. Másrészt meg az, hogy egyre jobban összekovácsoljuk a tulajdonképpen a városban működő klubokat, és hát nyilvánvalóan nem utolsó sorban az, hogy eltöltsünk egy kellemes estét, szórakozzunk egyet és jól érezzük magunkat. Én nagyon örülök annak, hogy tényleg jó közösségek vannak Szentesen. Most így
éppen már majdnem odaértem, ahova leszerettek volna ültetni, de egymás után, hogy találkozunk, beszélgetünk egy pár mondatot, mindig egy kis kérdés, egy kis megbeszélni való, horgászat is felmerült itt hirtelen az elején, de ez a mai napi rendezvény is egy jó hangulatú rendezvény lesz, jó előadókkal, ahogy láttam, hát itt van mellettünk egy néhány asztal, ha jól látom, három asztal tele tombolatárgyakkal. Az idősebb generáció mulatni, szórakozni is nagyon jól tud, úgyhogy van bőven elég tánctér is itt a központi konyhán, úgyhogy én úgy érzem, ez egy igazán jó este lesz itt most az Árpád szabadidős báján. És hát olyan idősek találkozhatnak itt, akik azért nagyon fontos szerepet töltenek be itt a városon belül, tehát azért ezt is ki kell emelni szerintem. Tehát olyan klubok vannak itt, akik azért hozzátesznek évről évre Szenteshez. Igen, természetesen, tehát egyrészt a klub tevékenységek is nagyon jól működnek a városban. Szoktam is látogatni, meghívást is kapok minden klub rendezvényeire, közgyűléseire. Ezek is jó hangulatú rendezvények, mindig van a végén azért egy kis ebéd, vagy egy kis vacsora, és egy kis zene és tánc, az elmaradhatatlan, de valóban egymás után ülnek itt az asztaloknál olyan személyek, és persze a kis közösségek is, akik a mindennapi életben is sokat tesznek a városért. Egy város igazi mozgató rugója tudnak lenni a civil szervezetek. És a civil szervezetek, amelyek ilyen szépen összpontosulnak városunkban, és ilyen jó létszámokkal és ilyen elszántsággal vannak, a rendezvényeinken és az egész város életén is ez jól megmutatkozik. Úgyhogy öröm ezt látni, hogy itt most például több szervezet is képviselteti magát, és tényleg egy jó hangulatú esti, késő délutáni esti program lesz ez. Mivel készült a mai estén a Piroska Tánccsoport? Az az igazság, hogy készülünk egy minősítő versenyre, egy bécsi keringő formációval, és most azt fogjuk előadni, nem az elején, a végén. Ugye tavaly évben Szüreti Bálon is voltunk itt a sportklubban, és akkor is fellépett a Piroska Tánccsoport, tehát akkor jó a kapcsolat a sportklub, illetve a tánccsoport között? Hát persze, egyrészt sportklub tag vagyok, 29 éve, tehát szerintem én vagyok a legrégebbi tag. Egyébként is nagyon jó a kapcsolat, vannak sportklubos táncosaink, a rendezvényeinken mindig ott vagyunk, ők is jönnek, mi is megyünk, jó a kapcsolat. És hogyan szokott itt telni egy-egy bál, mit lehet elmondani a hangulatról, a közösségről, nagyon sokan ismerik egymást, tudnak ilyenkor beszélgetni egymással, talán ez a legfontosabb. Igen, hát ahogy Célján néz, körülbelül egy korosztály. Tehát ezekből az aktív nyugdíjasokból már kitelik egy bál, és igénylik is, és szeretik. Van műsor, utána vacsora, és zene, tánc, és majd meg kell nézni, hogy táncolnak a nyugdíjasok, a vendégek is. Alig lehet véget vetni egy bálnak. Mivel készült a mai estén az énekegyüttes? Tavaszi énekekkel. És hányan érkeztek ide a mai estére? Sajnos csak 8-an tudtunk eljönni, mert az egyik tagunk elutazott. De így is azt hiszem sikeresek leszünk. Mit lehet elmondani a sportklub, illetve az énekegyüttes kapcsolatáról, illetve a többi klub kapcsolatáról is, hiszen azért nagyon sok klub képviselteti magát itt ezen a mai bálon. A kapcsolatunk már nagyon régóta megvan. Amikor még Lihi Gábor élt, ő volt az, aki segítette ennek az énekarnak a megszervezésében.
Nem egyszer voltunk minősítésen, nem mostanában volt, és akkor aranyminősítést is kaptunk. Az új elnökkel is nagyon jó a kapcsolatunk. A többi szervezettel, például Együtt Szentesért Egyesület, és a másik szervezetekkel nagyon jó a kapcsolat az Árpád Szabadidős Sportklub. Az jelzi, hogy például jövő hét kedden Macákáné Rónyai Juliánnak lesz egy kiállítása, és ez a három szervezet fogott össze. Kedves nézőink, ezzel mai magazinunk és műsorunk is véget ért. Legközelebb 19 órakor, holnap, vagyis már pénteken várjuk Önöket, március 15-e kapcsán. Mára köszönjük megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!